a műsor támogatója, a Lánk TV. Iratkozz fel oda is! És ahogy korábban ígértük, kapcsoljuk tudósítónkat, aki a szabolcs szatmár beregmegyei megyei Paszabon van. Szervusz Laura, milyen a település áramellátása? Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket! Már mutatom is, erre a mozdulatra, illetve arra, hogy ennek a mozdulatnak fény a teremben az eredménye, hat napot vártak a paszabiak. Jelenleg is folyamatos az áramellátásnak a bekapcsolása, 9-10 agregátor működik most a településen. Tény, hogy ma még az iskola és az óvoda nem fog kinyitni, mert hogy eddig nem tudták felfűteni az iskolát és az óvodát, de ma már erre is sor kerül, és holnap iskolába és óvodába is mehetnek majd a gyerekek. Itt van velem a katasztrófavédelmi főigazgatóság dandártábornok a Kossa György. Jelenleg mi a helyzet a térségben, mit tud elmondani, hogy hány háztartás nélkülözi még az áramot, és mikor lehet, mikorra lehet itt áram? Jó napot kívánok! Tegnapi naphoz képest ugye eljutottunk tegnapi éjfélig arra pontra, hogy a 20 kv hálózat kapcsán valamennyi települést elértük. Eh, ahol még bizonytalan volt a hálózati összeköttetés, oda nagy teljesítményű agregátorokat is letelepítettünk, ez tiszta település volt, de ott is magán a településen eh, van most már áram. A mostani feladata az a mai napon, illetve holnapi nap folyamán, hogy a lakott területen belüli hálózatot kell rendbe tenni, ezt hívjuk 0,5.

tehát a leszakadt vezetékeket, egyebeket, hogy minden háztartásba bejusson. A mi információink szerint a polgármesterektől kértem egy tájékoztatást, hogy kb. olyan 90-95%-ban minden lakásban lassan ott van a, a áram. Nyilván még olyan esetek előfordulhatnak, hogy megjelenik egyszer csak az áram, majd kikapcsolásra kerül, hiszen szerelik folyamatosan az emberek, és nyilván nagy feszültséget áram alatt nem lehet. Szerelni, tehát időnként még lehetnek áramszünetek a területen. Ez számokban mit jelent, hány háztartást, illetve hány közintézményt? Hát háztartást körülbelül most már csak ilyen, ez 1.000-1.200 háztartást jelent. közintézménybe pedig én úgy gondolom, hogy talán egy 10-20 darab közintézmény, de ott is van áram, hiszen, ahogy ön is mondta a felvezetőjébe, mindenhova nagy teljesítményű aggregátorokat szereltünk, ami egyébként, amelyek a hálózaton keresztül táplálják meg a településbe lévő fogyasztót, tehát magyarul nem egy kis aggregátorról beszél, a helyszínen ezeket egyébként még egyszer hangsúlyozom, a mai nap folyamán már kiváltásra kerülnek, hiszen a 20 kiló volt mindenhova odaért a település végére, ezeknek a bekötése történik. Jelen pillanatban is több mint 300 ember dolgozik a állózaton, rengeteg technikai eszközzel. Nyilván most már egy picit pihentetjük is az a állományt, hiszen most már itt harmadik napja egy uh, dolgozunk valamint most már nincs szükség a speciális berendezésekre, hiszen kijöttünk a szántóföldek közepéről, ezért a Hunor speciális mentő szervezetünket visszaindítottam Budapestre, hiszen ők, ő nekik már itt szerepük nincs, ez már lakott területen belüli javítás, amelyet a EON szakemberei fognak végezni. Természetesen azért ide is adunk kollégákat, igen nagy számba, de nem nem kell már speciális berendezés vagy speciális tudás ezeknek a hálózatoknak a helyre állítására. Jelenek hány fővel vannak itt a térségben? Most körülbelül olyan 300 fő dolgozik ezen a területen. Jelen pillanatban kifejezetelve a problémába, hiszen természetesen a védelmi hivatásos állománya az folyamatosan készültségben van, ugye bizonyos beavatkozások a szükségesek a térségben. Ezen túlmenően még a Magyar Honvédségnek továbbra is itt van a tíz darab lánctalpasa, hiszen van három olyan mocsaras területünk, ahol még bizonyos oszlopokat állítanunk kell, de egyelőre nem engedélyezem oda a bemenetelt, hiszen maga a lánctalpas is elsüllyed, nem tudjuk akkor kimenteni. Ezt úgynevezett elkerülő megoldásokkal, úgynevezett gyűrűket építünk ki a hálózatba, hogy ne kelljen oda visszaépíteni a oszlopokat, hiszen nem tudjuk megközelíteni a helyszínt egyáltalán. Kossa György, köszönöm szépen. Ennyit tehát a helyszínről, a szó most Budapesti. Szaploncai Lajra, köszönjük.